Egy megyei rangadó mindig három esélyes, formától függetlenül az esélytelenebb csapat is legyőzheti az esélyesebbet. A listavezetőként Máté Szalkára érkező Kölcsey DS-e szembesülhetett is ennek a tételnek az igazságával, a hazaiak az első félidőben 20 gólt lőttek a mezőny talán legjobban védekező csapatának, miközben a nyíregyháziak mindössze 12 találatra voltak képesek. A második 30 perc már kiegyenlítettebb játékot hozott, a vendégek egy góllal többet is szereztek a szalkaiaknál, akik végül 7 góllal múlták felül megyebeli riválisukat. Azt vártuk, hogy nem lesz egy könnyű mérkőzés, ugyanis a Kölcsey ugye az első helyen állt. Nagyon-nagyon készültünk, és bíztunk abba, hogy sikerül megoldani. Ugye elég keményen védekezik a hatos falat, tehát nagyon nehéz volt rajta megtalálni a részt, de örülök, hogy sikerült, és hogy ilyen csapatjátékkal tudtunk nyerni. A Kölcsey edzője szerint vereségükben a hiányzók mellett a csapatra nehezedő nyomásnak is nagy szerepe volt. Sajnos csapatom nem tudta feldolgozni a győzelmi kényszert. 15 forduló óta első helyen állunk az NB2-ben, és őszintén meg is nyerhetnénk a bajnokságot, azonban most az utolsó fordulókon már érzem a csapaton, hogy nem igazán tudunk felszabadultan játszani. Tehát most mindig győzni kell, minden meccset nyerni kell ahhoz, hogy az első helyről ne szoruljunk le, és hát őszintén ezt nem tudtuk megoldani, de nyilván ennek vannak okai is, egyéb szakmai okai is. Elsősorban az, hogy nagyon sok sérülésünk, betegségünk volt, szinte nem tudtunk olyan hetet dolgozni, hogy ne lett volna a meghatározó játékosaink közül valaki sérült, úgyhogy így viszont nehéz is oldottan felszabadultan játszani. A Kölcsey DS-e vereségével a tabella második helyére csúszott a szintén 25 pontos, de egy meccsel kevesebbet játszó Balmazújváros mögé. A Máté Szalka 20 ponttal a negyedik helyen várja a következő fordulót, amelyben Bőcsön lép pályára. A Kölcsey vasárnap a Balmazújvárost fogadja.